Sziasztok, vettem ezt a kínai fűrészt 20 ezer forintért Ázsia Centerbe. 21 voltos papír szerint, illetve amúgy is az, mert meg volt mérve multiméterrel. Van benne két akkumulátor, töltő, csavarhúzó, meg minden, ami kell hozzá. A lánc az tök jó rajta, egyébként ki is volt próbálva a gép. Ezeket a fákat vágtam vele össze, tehát van benne vastagabb is, vékonyabb is, száraz fa, puha fa. Van itt egy másik is, ez a friss vágás, ezt is ezzel vágtam. Látszik itt a fűrészporon, hogy milyen fasza az éle, tehát nem por, hanem rendesen bele kap a fába, és szépen átvágja. Lehet látni is itt a vágásnak a nyomát. Így vastagságra mit vág át a kis fűrész? Ez az ekkorka. 15 centi, 20 majdnem vágólapja. Hát mondom, mindent átvág. Vastagot, vékonyat, szépen. Ja, volt egy görcsös rész is valahol, azt is ketté vágta, de mindjárt csinálok egy másik videót róla. Hogy hogyan kell. Kicsit megállítom a videót. Na, tehát itt is vagyok. Látom az akkumulátort. Illetve itt van egy ilyen jó kis fa. Átmérőre pedig, hát látjátok, hogy mekkora az átmérője. És mindjárt vágunk is egyet vele. Csak először húzunk a fűrészen, mert hogy kicsit a lánc meglazult. Na, tehát itt is vagyok. Nézzük, hogy vágja a fát. Érdekes lesz, hogy kézzel. Hova rakjam én ezt most? De lerakom valahol. Mindjárt kitámasztjuk, jó? És akkor valahova. Ilyen, hogy most nem van semmilyen töltőt, vagy tartót. Nézzük csak. Egy pillanat. Megoldjuk valahogy. Így szerintem jó is lesz a tartó. Itt látszik is a fa. És akkor így. Tehát itt van a, éppen átérte a fűrész a fát, és elvágta. Azért ennyi pénzért egy ilyen fűrész megéri szerintem. Szépen átvág mindent. Hát igazából ennyi nem lenne most ez a videó. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!